Köszöntere benneteket, sziasztok! Holnap még akár a locsókodók is kaphatnak egy kis öntözést, de hangsúlyozom, hogy csak kis öntözésről van szó, ugyanis nem is mindenütt, illetve csak elenyésző mennyiségű csapadék hullhat le. Aki viszont reggel korán útnak indul, annak érdemes rétegesen öltözködnie, ugyanis eléggé hideg lesz. A hideg idő okozója pedig az a hideg csepp, ami fokozatosan közeledik a Kárpát-medence fölé, stílszerűen akár még egy kék tojást is bele lehet képzelni, és ez labilizálja majd a légkört, emiatt alakulnak majd ki záporok hazánkban. Az előttünk álló éjszaka a gomoly felhők nagy része majd ellaposodik, illetve összeroskad, de nem csökken mindenütt a felhőzet, lesznek közepesen, illetve erősen felhős területek egyaránt, csapadék nem várható, és mivel estétől elkezd mérséklődni a szél, lehűl a levegő, gyenge fagyra, tehát általában -1-2 fok körüli értékekre nagyobb területen is van kilátás, ennél hidegebbet jellemzően csak az északi fagyzós völgyekben mérhetünk majd. Holnap napközben a mainál több gomoly felhő képződik, és ezekből elszórtan alakul majd ki zápor, hódarazápor, illetve a hegyekben akár hózápor is. A hőmérséklet csúcsértéke általában 9-12 fok között alakul, az északkeleti szél már csak élénk lökéseket produkálhat, esetleg itt az Alpok alján egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A folytatásban is gyakran zavarják majd felhők a napsütést, különösen kedden, ekkor a Dunántúlon még többfelé eső, illetve zápor is kialakulhat, keletebbre haladva csökken a csapadék kialakulási esélye, illetve hosszabb időre is kisüthet a nap. Szerdán, illetve csütörtökön nem változik az időjárás jellege, a fátyol és gomoly felhők mellett azért kisüt a nap, és elszórtan kell számítani majd a záporesőre, csütörtökön nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti területeken. Hajnalonként még ugyanúgy kell számítani majd gyenge fagyra, a -3 foknál alacsonyabb értékek jellemzően csak a fagyzúgos völgyekben lehetnek majd, és a hőmérséklet csúcsértéke szerdától majd egyre inkább erősödik, illetve a nappali felmelegedés mértéke majd egyre inkább erősödik, csütörtökön már nagyobb területen is 15 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Ezzel szeretném is megköszönni figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kövessetek bennünket legközelebb is, én kellemes húsvéti készülődést, a női nézőknek pedig sok locsolkodót kívánok. Sziasztok!